Ez már szép kis, ha látszik, már most indulnak meg a rügyek. Ezek április vége, május elején már megindulnak szépen rügyezni. A milotai M10-es dió nemesített, oltott 4 éves fáit mutatja ez a termelő. Ez a dió a magyar fajták közül minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely nem csak a magyar, hanem a világpiacon is népszerűvé teszi a termést. 35 mm átlag átmérőjű termést nevel. Héja szép sárgás színű, béltartalma 48-52%-os, amely igen magasnak számít. A bél olajtartalma is magas, 70% körüli, fehérje tartalma pedig közel 20%-os. Ráadásul vékony, könnyen törhető héja van. Ezek a fák azonban még nagyon fiatalok ahhoz, hogy ilyen termés legyen rajtuk. 8-10 éves korára várható ez a nemesített dió, amikor termőre fordul, tehát már azt a termést adja, ami elvárható tőle a maximálisan. Természetesen már 5-6 éves korában is van rajta dió, de hát nem az a mennyiség. Ez a nemesített M10-es fára igaz, a magról nőtt fák másképp viselkednek. Ahogy ez a kis nemesített fa, úgy ez a nagy magról nőtt diófa is 4 éves. Nem csak méreteiben különböznek, a termés minőségében és a fa ellenállóságában is. A nemesített fa egészséges növekedéséhez és a finom terméshez számos élőlény ellen is védekezni kell. A műanyag védőháló az azért van rajta, ugye mert itt sok kis állatka van szabadon még. Ez a rész amúgy nyitpazonynak úgy hívják, hogy nyuloska rész. Tehát itt sok szabadon élő nyúl van, és mivel nincs lekerítve ugye az eleje meg a vég a teleknek, itt sok nyúl van, hát ez azért van, hogy ugye a csemetefát ne rágja meg ugye a nyulacska télen. De ma már más kártevők is veszélyesek a diófára. A 60-as, 70-es években még nyoma sem volt a dióburok fúró légynek. Tavaly azonban ennek az elterjedése is hozzájárult ahhoz, hogy a hazai diótermésnek alig felét tudták betakarítani a gazdák. Ez is olyan helyen jelenik meg inkább, ahol nem törődnek a diótelepítéssel annyira. Én is 2-3-szor szoktam permetezni a diót, de ez ellen, a dióbőrök furó légy ellen a 2-3 permetezés is kevés. Folyamatosan rajzik, hasonló, mint a cseresznye légy, abban az időszakban kezd rajzani, míg a cseresznye légynek egy nemzedéke van kimondottan, addig ez a dióbőrök furó légy egész a betakarításig folyamatosan rajzik, és rajzik, és rajzik, és nagyon költség az ellene való védekezés. Az M10-es diófa a kártevők mellett különösen érzékeny a tavaszi fagyokra is. 2007 óta minden második évben tapasztalnak a termelők olyan tavaszi fagyokat, ami jelentősen rontja az adott év diótermését. Volt olyan év, amikor a 4-5 éves fák is kifagytak. Szinte már nem is érdemes a diót termelni nagyobb mennyiségbe, mert mindig ráfizetés van belőle, alig van termés. A tavaly évben például egy 80-90%-os fagykár volt, és imit amott volt csak néhány termésünk. Ha azt nézem, hogy a befektetett költséget és a bevétel közti különbséget nézem, akkor a jövedelem az mínusz évek óta. Ezek pedig a dió és a dióbér árát is befolyásolják. Előbbi hazai termelői ára tavaly 2981 forint volt kilogrammonként, ami 6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A tavaly betakarított dióbelet 2021 évelején az egy évvel korábbinál 10%-kal magasabb áron, kilónként 3140 forintért kínáltak a piacokon. Az árak pedig idén várhatóan még tovább emelkednek majd.